Ahogy azt a nagyszerű Karácson Tamás annó megénekelte, nyissad a szád, jön a decigránát, ezzel szétrobbantok minden deciládát. Megnéztem a videóra készül, vagy a Youtube ne vágja az első 15 másodpercben a videót. A magyar nyelvben elvileg összesen kettő darab szó van, ami ecire végződik, a deci meg a sneci. Ebből helyettesítettem be egyet. Ha ti tudtok még ilyet, akkor írjátok meg kommentben. Szóval Kyrie Irving robbantott, és miután nem tudott megállapodni a Brooklyn nets egy olyan szerződés hosszabbításról, ami neki is megfelelt volna, cserét kért. A következő napokban kiderül -e, hogy tényleg robban -e ez a bizonyos gránát, de az már biztos, hogy Brooklynban az elmúlt néhány hetek, talán hónapok történései ellenére csak tűzszünet van, béke nincs. Sziasztok, én Baska vagyok, és hogyha tetszik a videó, akkor nyomjál rá egy lájkot, iratkozz fel, beszélgessünk kommentben, és hogyha szeretnéd támogatni a csatornát, akkor nyomj rá a köszönöm gombra, vagy támogass havi kisebb vagy nagyobb összeggel Patreonon. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, szerintem nem túlzás azt állítani, hogy leszámítva a brutál Durant és Irving hétereket, a legtöbben, akik szeretik az NBA-t, azt is szerettük volna, hogy ez a dolog működjön Brooklynban. Ugye összeáll ez a két borzalmasan tehetséges, de fejnehés rász, hogy csináljon valami nagyot, aztán nincs türelmük várni, bevállalnak egy harmadik fejnehéz alakot James Harden személyében, akiért azért odaadják, ezt jegyezzük meg a jelenük egy részét, meg a jövőjük nagy részét, és ez a fickó aztán nagyon hamar belátja, hogy én nem ilyen lovat akartam, kierőszakolja, hogy ercseréljék, és akit visszakapnak, az nem csak egy fejnehéz fickó, hanem egy konkrét klinikai eset Ben Simon személyében. Én úgy vagyok azzal, hogyha ez a defektes bagázs, feljutott volna a csúcsra, na az nagy sztori lett volna, de aztán mégsem így alakul. Foglaljuk össze, hogy mi történt nagyjából az elmúlt másfél-két évben a Brooklyn Nets házatáján. Ugye cserélnek Hardenért, aztán utána Irving nem kér az oltásból, emiatt nem léphet pályára a mérkőzések jelentős részén, amit Harden megún, először a striptease klubokba, aztán a kajádákba menekül, meghízik, nincs kedve játszani, elcserélteti magát, érkezik Simons, aki nem lép pályára, mert nincs olyan mentális és fizikai állapotban, ebből elege lesz Kevin Durantnek, aki a nyáron azt mondja, akkor őt cseréljék el, nem tudják elcserélni, nem akarják elcserélni, Kyrie Örvinget is azért meglebegtetik a piacon, senki nem kér belőle, na hát akkor elkezdenek játszani, de nem megy nekik, piába tér vissza Ben Simmons is, kiutálják a vezetőedző Steve Nest, aztán utána Kári Örving tweetel egyet, ami miatt eltiltják hetekre, majd mindenki visszajön, és ebből a szarkupaszból egy csapat lesz, ami nagyjából decembertől másfél hónapon keresztül az NBA legjobb gárdája. Ez szerintem komoly vita nélkül ki lehet jelenteni, majd először Kevin Durantnek jön egy menetrendszerű sérülése, bár tegyük hozzá, hogy nem egy no-contact sérülésről van szó, hanem ráesnek a lábára, ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni, utána pedig jön Kyrie Irving és a Decigránát. Kezdjük a sztorit a Netsz oldalával, akiknek ugye két félteőrzőt kincsük van, Kyrie Irving és Kevin Durant. Durant helyzete nagyjából 2026-ig szerződés ügyileg rendezett, tehát ebben ugye nincsen benne, hogy Durant bármikor megint cserét kérhet. Irving szerződése viszont a nyáron lejár. Amikor volt ez az őszi botrány, amikor kitvitelte azt a filmet, akkor az a hír járta, hogy Joe annyira elege van Kyrie Irving műsorából, hogy ha piros hó esik, ő akkor sem fog neki szerződés hosszabbítást ajánlani. Aztán az történt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban Kyrie Irving nem csak visszatért, hanem úgy játszott, mint egy all NBA, ezért mégis kapott egy szerződés hosszabbítást, azonban ebben feltételek voltak, mégpedig a hírek szerint nem tudom pontosan, hogy mit, de ahhoz kötöttek, hogy a Netsnek bajnoki címet kell nyernie, hogy egyáltalán hosszabbítás akkor lépett volna -e életbe, ha nyáron bajnok lesz a Nets, vagy bizonyos pénzek akkor kerültek volna lehívásra, hogyha a Nets bajnok lesz, ezt nem lehetett tudni, nem lehet jelenleg még tudni, én nem tudom, mindenki húzza alá a szívének kedveset. Az biztos, hogy Kyrie Irving annyira felháborodott ezen, hogy az ő tehetségét feltételekhez kötik, hogy most ott tart, hogyha a Nets visszavonná ezt az ajánlatot, és az orra egy full kimaxolt csilli-villi szerződést, már az sem lenne hajlandó aláírni. És békeidőben ezt valamilyen szinten még értené is az ember, hogy egy Irving kaliberű játékos nem hajlandó feltételekhez kötni a maradását. Csak hogy ez nem békeidő, amikor Irvingről van szó, és hát a név egyszerű milliárdos azért szeretne valamilyen biztosítékot a befektetésére. Mert Irvinggel szerződni más, mint a liga maradék 99,9%-ával. Amikor egy ilyen tehetséget leszerződtetsz, akkor ha csak nincsen valami karriert masszívan befolyásoló sérülés, akkor tudod, hogy valahogy majd el fogod tudni cserélni. Kári esetében azonban nagyon más a sztori, mert hogy nem csak arról van szó, hogy csak úgy tudom elcserélni, hogy ráfizetek, hanem akár az is felmerült az esetében, hogy egyáltalán nem tudom elcserélni, és a nyakamon marad. Úgyhogy nem kell egyetérteni a netznek a húzásával, de én azt gondolom, hogy megérthető az, hogy tettek feltételeket ebbe a szerződésbe. Most folytassuk Kári Örminggel, aki szerintem valahol ül és nem érti, hogy mi történik, vagy ha igen, akkor, akkor fel van háborodva, hiszen miért kellene neki beállni a sorba, miért kellene neki viselkednie. Kyrie Örming világnézete szerintem az, hogy ő azokban a három órákban tartozik elszámolással a Brooklyn Netsnek, amikor a pályán van, amikor megérkezik a bemelegítéshez, és onnantól, hogy mondjuk vége van a meccs utáni sajtótájékoztatónak. Ami azon kívül történik, ahhoz senkinek semmi köze. Ráadásul azzal is tisztában van, hogy ahogy ő mondja, egy hadsereg áll mögötte. Ugye a cipői a legkeresettebbek közé tartoztak a Nike-nál, cson nélkül beszavazták a keleti all kezdők közé. Viszont azzal is tisztában van, hogy ha ennyire szabad szeretne élni, akkor, akkor ebből nem lesz új cipődél, akkor ebből nem lesz új Pepsi -dél, hanem gyakorlatilag abból kell megélnie majd élete végéig, amit a következő néhány évben összekosarazik vagyis a nagy pénzt a következő csapatánál vagy csapatainál kell megkeresnie, a kor alapján egy nagy szerződés még simán van benne, ha megnézzük Chris akkor talán másfél is, bár nem annyira tűnik Irving játéka öregedés biztosnak, mint amennyire Kriszpólé. Szóval egyszerre kéne megérkezni a nagy pénznek, de találkozni az elveknek is, és ez nem sikerült a Brooklyn Netsnél, úgyhogy cserét kért. Mert hogy bízik magában is nagyon fontos kérdés, hogy mennyire bízhat magában, és meddig bízhat magában, mert a játéka az nyilván elit, de hát akkora podgyász érkezik velem, hogy nem hogy a, a vizerre, meg egy normál ilyen légitársasághoz, de még egy, egy rohadt magánrepülőre sem fér fel. És ő még talán ezt nem tudja, de ez a bizalom ez valahol irigylésre méltó, de egyszer majd ott fog állni letolgatjával. Egyszer majd Leonardo DiCaprio-nak is rá kell jönnie, hogy, hogy nincsen már 25 év alatti szupermodell, aki szívesen élne vele három évig, és be kell érnie egy, egy 26 évessel. Örving még nem tart itt, és nagyon nehéz megtalálni ezt a pontot. Kérdés, hogy neki sikerülni fog-e. A következő két lépésben vizsgáljuk meg azt, hogy mire van szüksége a Brooklyn Netsnek, és hogy melyek azok az elkeseredett csapatok, akik nem csak bevállalják ezt a hatalmas podgyást, hanem még hajlandók is megadni azt, amire Joe cáéknak szüksége van. Egy játékos cserében alapvetően két dolgot tudsz elkótya ez ez a múltat már nehéz, úgyhogy a jelent meg a jövőt. Mi a jelen? Azok a játékosaid, akik azonnali erősítést jelentenek a másik csapatnak, vagy akiben legalább nem lesz gyengébb a keret. És hogy mi a jövő? Azoknak a játékosoknak az upside akiktől most megszabadulsz, és ami majd a következő években jön elő a játékukban, illetve a draftsetlik. Amint kiderült, hogy Irving cserét kért, mindenki elkezdett telefonálgatni, és hát az jött vissza, hogy a legtöbb csapat csak lejáró szerződéseket, illetve kiegészítő játékosokat adna Kyrie Irvingért, úgyhogy eléggé leszűkül azoknak a köre, akikkel a következő napokban a Brooklynnak tárgyalnia érdemes. De mielőtt a Brooklyn Nets elkezdene tárgyalni a többi csapattal, még egy nagyon fontos és nehéz beszélgetés vár rájuk, mégpedig Kevin durant -tel akit meg kell kérdezni, hogy hajlandó-e valami újba kezdeni, vagy ne számítsanak rá. És amikor Kevin durant beszélgetsz ilyen dolgokról, akkor az a probléma, hogy picit mint irving vele sem lehetsz biztos, hogy amire most azt mondja, hogy igen, vagy éppen nem, az a következő nyáron nem változik-e meg. Valahol meg lehet őt is érteni, Durant már 35 éves, nem biztos, hogy szívesen neki vágna, akár csak egy, egy mini nek is, amivel nincs semmi gond, csak derüljön ki. Én azt gondolom, hogy Kevin Durant fantasztikus játékos, játékosként imádom is. Ahogy mondtam, ő is fejnehéz, egy picit talán félreértett zseni ő, aki, aki nem volt felkészülve arra a reflektorfényre, ami várt rá, nem keresett ideje korán segítséget, hogy kezelje a kritikákat, kezelje a, a rossz indulatú víteket, Úgyhogy emiatt azért benne is nehéz bízni. És hogyha bármit is mond, ha az a csomag, amit végül majd elfogad Joe Tsai és a menedzsment, ha abban a csomagban akár csak egy picit is a jövő hangsúlyosabb, mint a jelen, akkor a következő lépés az az, hogy el kell kezdeni gondolkodni és dolgozni azon, hogy Kevin Durantnek is új otthon találjanak. Na és akkor nézzük, hogy ki az, aki bevállalná ezt a korszakos zsenit aki az összes eddigi csapatát cserben hagyta, beleértve persze a csapattársakat is, kicsinált már néhány edzőt és minimum érdekesen látja a világot. Kezdődhet a licit, az első plegykák szerint öt csapat van versenyben, a Mavericks, a Suns, a Clippers, a Heat és a Lakers. Én nagyon szeretném lezárni a lehető leggyorsabban a Dallas és a phoenix plegykákat. Lukát túlságosan imádom, Bukert meg túlságosan szeretem ahhoz, hogy ilyen csapattársat kívánjak nekik. Én azt gondolom, hogy a pályán működhet, minden működhet, azonban Luca és Irving személyisége, amennyire én ezt meg tudom ítélni, ennél távolabb nem is állhatna egymástól, és Bookernek sem kívánom azt, hogy egy ilyen időzített bombát telepítsenek mellé, még akkor sem, hogyha Paul egyre megbízhatatlanabb, és láttuk már Irvingtől azt, hogy egyébként labda nélkül is kiválóan képes dolgozni, és egy akár ilyen Juzic heavy játékost, mint amilyen Doncic, vagy mint amilyen Booker tudna segíteni. De ne tegyük tönkre a karrierjüket, még akkor sem, hogyha a tudom, hogy egyre égetőbb az, hogy Doncsicsnak megfelelő segítséget találjanak. Folytassuk a Miami hittel, akikről a szezon elején elmondtam, hogy szerintem sem erre sem tartanak, és az elmúlt néhány hét, hónap nem mondanám, hogy rám cáfolt. Persze van esélyük a bajnoki címre, meg van esélyük az áttörésre, de az szerintem egy kb. példátlan sérülés hullámra lenne szükség keleten. Emiatt el tudom képzelni, hogy ők rápróbálnak Kyrie Irvingre. Össze kell pakolni persze a fizetéseket, hogy stímmeljen, de a mai, ami hitnek van, ha jól számoltam, akkor talán három elsőkörös cetlije is, amit be tud dobni a buliba. A kockázatot az jelenti, hogy az egyik legkeményebb, igazságos, de kemény, vezér mellé kerülne Kyrie Irving, Jimmy Butler személyében. Nem tudom, hogy ez milyen hamar okozna problémát, de ha nem lép a mellé hét, akkor pedig nagyon hamar azzal kell számolniuk, hogy a mostani Butler, Adebayo, Hero mag, rövidesen már csak Adebayo híró mag lesz, és azzal szerintem túlságosan komoly tervei nem lehetnek Petrálynak, Emiatt látok ebben fantáziát. Tegyük át a székhelyünket Kaliforniába, Los Angelesbe, ahol mindkét csapat érintett. Kezdjük a Los Angeles clippers szel akik pont ellentétben a Miami-hittel nem tudnak első körös cetliket ajánlani, ha jól emlékszem, talán 2028-ig. Úgyhogy nekik játékosokkal kéne feltölteni ezt a serpenyőt. most mindig olyan dílekről beszélek, ahol két csapat érintett. Amint belép egy harmadik, negyedik csapat is, felborulhatnak az erőviszonyok, ezt ilyenkor még lehetetlen lemodellezni. Szóval játékosokat kéne pakolni ebbe a serpenyőbe, és ha kivesszük George-ot és leonard a képletből, mert szerintem a Clippers őket nem szeretné beáldozni Kyrie Irvingért, akkor nem tudom, hogy tudnak-e olyan vonzó csomagot összepakolni, amire Joe Czájék rából intanának, egy fiatal menne, egy Powell, egy, egy Morris, vagy egy, vagy egy Covington. Hát ők nem tudom, hogy a jelent mennyire jelentik, meg a jövőt mennyire jelentik, meg mennyire hamar lehet ezeket átfordítani építkezésbe. Nem nagyon jöttem lázba, ha csak a clippers üzletelne a Nets. Mondom, ha van a harmadik csapat, akkor változhat a sztori. Na és zárjuk a Los Angeles lakers a csapattal, amiről mindenki beszél a csapattal, ahol az a LeBron James játszik, akiből egyszer Kyrie Irvingnek már elege lett, a csapattal, amely az utolsó körme szakadtáig ragaszkodott a 2027-es és 29 es draftsetliéhez, a csapattal, ahol van egy Russell Westbrook, akivel még működnének a fizetések is, sőt, még a Netsnek kéne bepakolni mondjuk egy Joe harris hogy működjön a deal. Kimond nemet. Kimond nemet. James valószínűleg nem. Talán Irving sem. Mit szólsz ahhoz, hogy Kevin Durant mellé orra teszel egy Russell Westbrookot összeáll a régi nagy dú, akik egy időben nagyon nem bírták egymást mostanában, kibékültek. Én vastagon ezt a dílt látom a legvalószínűbbnek, akár erre a csomagra is azt hiszem, hogy, hogy mind a ketten rá tudnának bólintani, ha lékerszeré kétségbeett kétségbe esett ahhoz, hogy két elsőköröst beajánjon. Kyrie Irvingért. Én nem hiszem, hogy három elsőkörös van a piacban, aztán majd lehet, hogy rám száfol a jövő. Röviden így tudom összefoglalni, Irving jelenlegi esély, de majd ezzel fogunk még foglalkozni egyébként a ma esti eljúban is. Úgyhogy foglaljuk össze, hogy mi fog történni a következő napokban, hetekben. A Netsz az szinte biztos, hogy rosszul fog kijönni a storyból. nem tudom, hogy meg fogják-e kapni azt az árat, ami most a fejükben van, én a léker csomagnál sokkal többet jelenleg még nem látok bele, de legendásan rossz vagyok az ilyen trédek megjósolásában, ezt gyöktön tegyük hozzá. Kyrie Irving szinte biztos, hogy jól fog kijönni ebből a buliból, mert egy nagy szerződést még tuti, hogy fog kapni, a kérdés, hogy hol meg, hogy mennyire szolgálja meg, de azt tudjuk, hogy Kyrie Irvingnél ez nem tartozik a legfontosabb dolgok közé. Úgyhogy a következő kérdés már csak az, hogy a következő csapat mennyire fog jól járni. Ezt viszont csak a következő hónapokban, meg a következő szezonokban fogjuk megtudni. Baskának akkor is lesz YouTube csatornája, úgyhogy fogunk majd erről beszélni kövessétek az Eliupot, ami minden második héten jelentkezik. Most már Audio Only Podcast-tel szétrobbantottuk a netet azzal, hogy volt pofánk összehasonlítani LeBron James meg Michael Jordan-t, ha még nem néztétek meg, akkor tegyétek meg, iratkozatok fel a podcastjeinkre, kövessétek Csabit is, meg ezt a jó embert is mindenhol. Én köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!